Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerdlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Etikátlan. Jobb irányba kéne haladnia. Jobb irányba kellene haladnia? Szeretet hiány. Tessék? Eltévedt. Szeretet hiány van? Elnyomás. Elnyomás van? És mi várható, hogyha ebbe az irányba halad tovább a világ szerinted? Fővége. Fővége. Az nem. Hát a világ vége az nem tud lenni, mert hát a világ az elég nagy. Föld. Tehát ugye még olyan sincs, hogy mondjuk egy naprendszer megsemmisül, legfeljebb egy nap. És tudod-e, hogy hogyan működik az ember? Jó lenne, ha tudnál Márk az emberek, hogy hogyan működik az ember? A tanítanák, egy középiskolák. Jó lenne. Igen, már fogodába is taníthatnák ezt. Aha. Az ember tiszteletét az egyébként. Hát, hogyha megnézzük, ugye régen mi volt? Ugye régen az volt, hogy legalább olyan dolgokat tanítottak a, hát olyan, hogy óvoda olyan nem volt, de olyan volt, hogy iskola. Az én időmben már volt óvoda, de azelőtt nem. De az iskolákban azért még régebben, megint nem az én időmről van szó, hanem előtte, ugye arról beszélek, amit ugye a szüleink tanítottak nekünk, illetve nekem. Hát ugye ők azt mondták, hogy ugye óvoda nem volt, de iskola volt, és az iskolában alapvetően olyan dolgokat tanítottak, amit a hétköznapokban tudtak használni. Jó, ilyen emberi bánásmódot kevésbé, de mit tudom én, mondjuk egy ember ott a háztartásban tudjon boldogulni, vagy a ház körül tudjon boldogulni, azt azért tanították. Még az én időmben is volt valami kis gyakorlati oktatás, aztán úgy szépen ez az egész így ellaposodott. Hát most már olyan dolgokat tanítanak, ami elsősorban elmélet, és gyakorlat az nem sok van. Tehát az nem sok. Tehát ugye az fontos lenne, hogy az ember tudja, hogy hogyan működik az ember, de az is, hogy hogyan működik az élet, ez is fontos lenne, de hát ezt se tanítják. Sőt, az se, hogy mik a legfontosabb alapelvek itt a bolygónkon, ezt se tanítják. Pedig hát ugye az alapelvek alapelve az etika. Hát hogyha az ember etikusan működik, tehát erkölcsösen, becsületesen, tisztességesen, akkor annak pozitív következményei lesznek, bár sokan azt gondolják, hogy a mai világban úgy lehet boldogulni, hogy nem etikusan. Hát, hogyha megnézitek azoknak az embereknek az életének egy, mondjuk az utolsó szakaszát, akik nem etikusan élték az életüket, akkor rájössz arra, hogy hát igencsak bűnhődnek az életük utolsó a részében. Tehát ezt a bűnödést úgy értsétek, hogy sok problémával küzdenek. Ugye a problémák milyen területen jelentkeznek az életünkben? Ugye négy terület van, betegség, baleset, családi probléma és anyagi probléma, és ide ebben a négy területben minden probléma igazából besorolható, és ha megnézzük azoknak az életét, akik nem kellően etikusan élték az életüket, akkor
igen, igen sok problémát kapnak az életük utolsó szakaszában. De nem csak azoknál látom, hogy problémájuk van az életük utolsó szakaszában, akik mondjuk kifejezetten ilyen ártalmas dolgokat végeztek, hanem én azt is látom, hogyha valaki mondjuk mulasztott, elmulasztott dolgokat, az is az élet utolsó szakaszában egy kicsit bűnhődik, kicsit nagyon. Na most ez a bűnhődés, ezt úgy értsük, hogy szenved. Jó, tehát szenved. Vagy ugye tudás vagy ismeret hiányában, hát nem szándékosan, helytelenül csinál dolgokat, azok is bűnhődnek az életük utolsó szakaszában. Na most kérdezem én, hogy ugye nagyon érdekes, illetve még mielőtt kérdezném, inkább mondok egy példát. Ugye az én édesapám az 2000-ben halt meg, tehát 19 éve. Anyu meg még mindig él. És valahogy ezt az utóbbi két évet, ezt valahogy ilyen szenvedősen éli meg. De elsősorban azért, mert egyedül van. Tehát úgy egészségügyileg úgy rendben lenne, mert hát volt kivizsgálásom két éve, és az ég adta világon. Semmit nem tudtak megállapítani nála, hogy bármilyen is beteg lenne, vagy nem úgy működne, hogy kéne. De ő mégis ilyen szenvedősen éli meg, ez annak köszönhető, hogy gyakorlatilag hát elég rossz hangulatban van. Tehát ilyen együttérzésre vágyó hangulatban van, és az már egy ilyen szenvedős hangulat, ahol az ember a hangulatából kifolyólag szenved, szó szerint szenved. Hát nyilvánvaló, hogyha valaki idősödik, akkor gyengül, nyilvánvaló az, hogy nehezebben mozog, hát ugye ő 82 éves, és akkor gyakran hallok tőle olyanokat, hogy nem szabad megöregedni. És akkor megszoktam tőle kérdezni, hogy akkor olyan fiatalon kell meghalni, mint apám halt meg, mert ő 59 évesen halt meg. Na erre nem tud mondani semmit, mert olyankor nagyot hallgat. Mert ugye azt azért hallom tőle, hogy hát, hogy ugye ő még azért szeretné, hogyha apám vele lenne, bár már mondom, nincs vele 19 éve. Na most akkor gondold végig, hogy most emberek megöregednek úgy, például anyámból kiindulva, hogy nem jó neki, hogy öreg, rosszul érzi magát abban, hogy öreg, tehát szenved abban, hogy öreg, szenved valamilyen szinten a magánytól is, mert elsősorban az okozza neki a problémát, és akkor azt mondja, hogy nem szabad megöregedni, de az se jó, ha valaki fiatalabban meghalt. Hát akkor mi a jó? Hát akkor mi a jó? Hát én szerintem az a jó, hogyha az ember helyesen teszi az életét, tehát én láttam olyan embereket, akik helyesen élték az életüket, és nem szenvedtek idősként. Tehát nem szenvedtek. Hanem, mit tudom én, úgy viszonylag gyorsan meghaltak. És nem szenvedtek, mert mit tudom én, volt, aki hát nem volt tudatában abban az időszakban, ami alatt ugye haldoklott. És akkor ugye, ha nincs tudatánál az ember, akkor nem szenved. Olyat is láttam, hogy valaki lefeküdt este, azt reggel nem kelt föl. Például a nagymamám az így halt meg, 94 évesen, hogy este lefeküdt és reggel nem kelt fel. De igazából ő nem panaszkodott a szenvedéstől.
De szó szerint neki se volt semmi baja, tehát gyakorlatilag 94 évesen egy szemgyógyszert nem kellett szednie. Jó, anyám se szed 82 évesen egy szemgyógyszert se, bár ő azt hiszi, hogy naponta két szemgyógyszert szed, de az két szem vitamin. Hát mert ugye minden idős ismerősétől azt hallja, hogy hát hogy gyógyszert kell szedni, persze azt, hogy ő ki nem maradjon a sorból, ezért kap gyógyszernek látszó vitamint, persze, ezért ugye úgy kellett válogatnom, hogy levélen legyen, tudod, a vitamin, és lehetőleg ne lehessen kisilabizálni, hogy az ez vitamin, tudod, a hátuljáról. Tehát ezért a doboz nem is kapja meg, hanem mindig csak a levelet kapja. Tehát kénytelen voltam így átverni őt. Hát ma vettem én éppen neki harmadik féle gyógyszernek kinéző vitamint, mert az egyik az multivitamin volt, a másik ilyen ízületekre való vitamin, a harmadik pedig most ginkgo biloba az agyra. Mert azt látom, hogy kezd így agyilag leépülni. Na és lényeg az, hogy ugye én meg azt látom, hogy például a nagyapám, a másik nagyapám, a nagymamám egy szikra gyógyszert nem szedett, és mind 80 év fölött halt meg, nagymamám 90 év fölött. És gyakorlatilag mind a három viszonylag hamar halt meg, jó, az egyik egy kicsit hosszabb ideig, mert végelgyengülésbe halt meg, de hát ott sem volt túl sok, mert gyakorlatilag egy-két hónap volt. Nem úgy volt, mint például anyósom, hogy éveken keresztül volt szenvedése, és az utolsó, mit tudom én, egy évet morfiummal bírta átvészelni. Tehát pedig anyósom egy jó ember volt, csak mulasztott. Tehát tudásmulasztása volt. Tehát tudásmulasztása. És a tudatlanságból fakadóan ugye mulasztott. De hogy miket mulasztott, ezt most nem mondom el, most Marian úgyis hallgatja az adást. A feleségem. Nos, szóval a lényeg az, hogy hát most gondolj bele, te hogy szeretnéd leélni az életedet. Na most, ezzel kapcsolatban majd mondjuk egy-két dolgot. Ha valaki teszi a dolgát, mit jelent az, hogy teszi a dolgát? Az útján van. Tehát mindenkinek van egy útja, amit be kellene járni, és amin kellene haladni. Mindenkinek van egy saját útja, az azt jelenti, hogy saját maga által vállalt útja. Ez a vállalás, ez sok esetben sok embernél azonos. Tehát hogy ő azonos utat vállalt, mint más is azon az úton haladt. Tehát, hát most gondolj bele, nincs 7 milliárd út, vagy 8 milliárd út, hát képtelenség lenne. Ezért sok ember ugye azonos utat kellene, hogy bejárjon. De nyilván nem mindenkinek azonos az útja, hát most azon az úton sok embernek azonosan kellene cselekednie is, mert ezt vállalta be. Na most, tehát a tetteket kellene ott végezni azon az úton, és azon az úton haladni kellene. Tehát nem elég, hogy egy ember rááll egy útra, hát az út azért van, hogy haladjunk rajta. És nem azért vannak a feladatok, hogy ne csináljuk. Na most, amikor a lábunkról beszélünk, tehát ránézünk a saját lábunkra, akkor ha azzal kapcsolatban bármilyen olyan érzésünk van, magyarul, hogy érezzük a lábunkat, akkor az ember ahhoz kapcsolhatja, hogy az útjával valami baj van. Minél nagyobb ez a rossz érzés a lábbal kapcsolatban, mert ugye az a jó, ha bármire ránézünk, bármilyen testrészünkre ránézünk, és nem érezzük. Tehát nem érezzük azt, hogy fájna mondjuk. Tehát nyilván, hogyha megütöd, az egy más kérdés, de ugye, hogyha
bármilyen testrészedet, akkor jól működik, ha nem érzed, hogy működik. Tehát nem úgy, mert ha már zsibbad, akkor már érzed, hogy zsibbad. Jó? Tehát normálisan működik, mint ha itt valaki fönncsöngetett volna, ha jól hallottam. Köszönöm. Na szóval lényeg az, hogy ugye egy testrészünk, bármilyen testrészünk, hogyha nem érzékeled az érzékszerveiddel a testrészedet, akkor az jól működik. Na most, hogyha az ember a lábát érzi, tehát a lábával vannak gondok, akkor ugye az arra vonatkozik, hogy az illetőnek a haladásával, az úton járásával vannak kisebb-nagyobb gondok, ha jobban érzékeli negatívan ezeket a lábbal kapcsolatos dolgokat, akkor nagyobb mértékben van ez a probléma. Na most a kezünk az meg a cselekvéshez kapcsolódik, tehát hogyha az embernek a kezéhez kapcsolódóan, ugye kéz, kar, tehát egészen innen a válltól lefele az a kézhez tartozik, ha ott érzünk valami problémát, akkor ugye meg a tevékenységünkkel, a feladatunkkal vannak gondjaink. Na most, de az sem mindegy, hogy melyik oldal, mert a lábnál is megkülönböztetjük a bal meg a jobb oldalt, ami azt jelenti, hogy a bal oldalunk mindig az érzelmi oldal, a jobb oldalunk pedig a külvilági oldal, vagy ugye a nőknél a bal oldal az saját maguk is részben, a férfiaknál meg a jobb oldal saját maguk is részben. Ezért ugye elég jól meg lehet különböztetni, hogy ugye, hogyha ez a két testrészünk, illetve összesen négy testrészünkkel valami gond van, akkor tudhatja az ember, hogy az utoljárás, a haladással vannak gondok, ha láb, ha kéz, akkor pedig a cselekedetekkel vannak problémák. Tehát kezdjük úgy, hogy mondjuk, ha valakinek a lábával vannak gondok, akkor vagy nem az útján halad, vagy az útján halad, csak nem halad rajta. Vagyis az útján van, csak nem halad az útján. Na most a kezünknél is ugyanez a probléma, csak egy kicsit más, annyi, hogy teszi az ember a dolgát, vagy nem teszi a dolgát. Tehát hogyha beteg, akkor ugye a kézzel van valami, akkor az van, hogy vagy nem jól teszi az ember a dolgát, vagy nem teszi az ember a dolgát. Jó? Tehát innen tudjuk ezeket a dolgokat. Na most, ha megnézitek, hát rengeteg embernek van lábkéz problémája. Mondhatnánk azt, hogy a többségnek. És akkor még van egy probléma, amivel megint csak mondhatnánk azt, hogy a többség küzd, még inkább mondom két probléma, amivel a többség küzd. Az egyik a szív, az a szeretet kérdése. Nem ad, nem kap elég szeretetet. Hát akkor nem kap az ember, ha nem ad, azért ezt hozzáfűzném, még mielőtt bárki ezt félreértené. Ha az ember képes eleget adni, akkor tudni, hogy fog eleget kapni. És a másik pedig a légzés. Légzés, így van. Na, légzés nehézség. Légzés nehézség, illetve van még egy, a keringési problémák. Hát a keringési problémák az alapvetően a hangulatra vezethetők vissza, a szív a szeretetre, a légzés pedig a külvilág és a önmagunk kapcsolatára vonatkozik. Tehát a külvilág és önmagunk kapcsolata. Tehát, hogy a külvilággal milyen kapcsolatban vagyunk. Hogy egyáltalán vagyunk-e kapcsolatban a külvilággal. Tehát az egyén mennyire van kapcsolatban a külvilággal, vagy mennyire fordult befele, és már nincs kapcsolatban a külvilággal. Na most, ha megnézitek, akkor gyakorlatilag ezek a betegségek többsége. És ha megnézitek az emberek nagy részét,
Hát mondhatjuk azt, hogy az emberek nagy része valamelyikkel küzd. Ezek közül valamelyikkel küzd. Na most, ha megnézzük, akkor az, hogy az ember a saját útján legyen, amit bevállal születése előtt, mint lélek, illetve fogantatás előtt, mint lélek bevállalat. Ha valaki nincs az útján, akkor szív utána, mint a boci. Ha valaki nem azt a feladatot végzi, mint amit bevállalt, akkor szív, mint a boci. Akkor, ha az illető nem kellően szereti az embereket, akkor szív, mint a boci. Ha az illető nincs kellően kapcsolatban a külvilággal, az emberekkel, akkor szív, mint a boci. Ha az embernek nincs eléggé jó hangulata, akkor szív, mint a boci. Tehát ami annyit jelent, hogy hát ha valaki nem tudja, hogy ezek így működnek, a nem tudás az nem mentesítő körülmény. Tehát egy olyan világban élünk, ahol szabad akarat van. Ez a szabad akarat, ez a múlt századtól kezdett el terjedni. Tehát a múlt századtól kezdték az embereknél ezt a szabad akaratot engedélyezni a fentiek. Előtte ez a szabad akarat igazából nem érvényesült. Mert ha valaki, mit tudom én, szegénynek született, akkor szegényként élte le az életét. Ha valaki, mit tudom én, gazdagnak született, akkor gazdagnak élte le az életét. Tehát szabad akarat úgymond hiába létezett, igazából nem nagyon tudták gyakorolni az emberek. Ez a szabad akarat a múlt századtól kezdett el érvényesülni, és ha megnézitek, a múlt században szabad akaratból rengetegen lettek úgy gazdagok, hogy nem gazdag családból származtak. Sőt, ha ma megnézzük a gazdagok, a jelenleg gazdagok egy részét, vagy akár nagy részét nézzük, akkor az gyakorlatilag, amit mondjuk a családja vagy ő, 100 évvel ezelőtt még nem volt gazdag. Tehát magyarul a múlt században vált gazdaggal a családja, vagy esetleg ő saját maga. Tehát a múlt századtól lehet lehetőség arra, hogy az ember olyan dolgokat is tegyen, amit előtte nem tehetett. Na most, ami azt jelenti, hogy hogy lehet ezt megcsinálni? Tehát hogy lehet, hogy a múlt századig csak az lehetett az ember, ami volt. És a múlt század olyan 20-as éveke után, inkább úgy mondanám, az első világháborút követően, pedig hát gyakorlatilag szabad akaratból bárki megváltoztathatja az életét. Na most ahhoz, hogy az ember megváltoztassa az életét, egy nagyon fontos dologra szükség van. Tudásra. És ezt a tudást, ezt az első világháború végéig teljesen eltitkolták. És egyesek elkezdtek keresni tudást, és hozzájutottak tudáshoz, és aki hozzájutott tudáshoz, az megváltoztathatta az életét. És mindenki, aki szabad akaratból, hiába szegénynek született, nem szegényként élte le az életét, az azért nem, mert olyan tudáshoz jutott, amihez előtte az emberek nem juthattak. És ezt nem a keleti társadalomban tudták megcsinálni elsősorban, tehát nem a szocializmusban tudták megcsinálni, tehát nem Oroszországban vagy azokban az országokban tudták megcsinálni, ami a szocializmust követte, ahol tiltottak voltak bizonyos irodalmak, hanem azokban az országokban tudták megcsinálni, ahol nem voltak tiltva az ilyen írások, írásmű irodalom. Tehát ahol az emberek elkezdhettek tudásra szert tenni avval kapcsolatban, hogy mondjuk hogyan léphetnek ki abból a idézőjelben komfortzónából, amiben születtek.
Magyarországon ez gyakorlatilag a rendszerváltozással indult el az, hogy lett olyan irodalom, ami előtte nem volt, ahol az emberek képezhetik magukat arra, hogy kiléphessenek abból a születési életszínvonalból, amibe beleszülettek. Na most igen ám, de annak köszönhetően, hogy a múlt századtól sokan meg tudták változtatni az életüket, annak köszönhetően, hogy hozzáférhettek olyan irodalomhoz, ami által ők is másabb életet, jobb módú életet élhettek, mint előtte mondjuk az őseik. Ezáltal egyre több olyan ember lett ugye a múlt században, aki jó módú lett. És nyilvánvaló, hogy a jó módúak elkezdték a saját egzisztenciájukat, hatalmukat félteni. És elkezdték a társadalom felé azt bevezetni, hogy tudatlanosítsák a társadalmat. Tehát, hogy tudatlanná tegyék a társadalmat. Tehát, hogy elérjék azt, hogy egy emberben ne legyen igény arra, hogy az életről és az ember működéséről művelje magát. Mert csak egy olyan ember műveli magát az élet és az ember működéséről, aki jó állapotú. Egy rossz állapotú embernek ez a téma misztikus. Pedig az ég adta világon semmi misztika nincs benne. Tiszta tények. De azok az emberek, akik nem elég jó állapotúak, azokkal el lehet hitetni, mert ez úgy működik, hogy értsed, hogy minél rosszabb állapotú egy ember, annál hiszékenyebb. Ezt jó, ha tudod. És onnantól kezdve olyan dolgokat is el lehet velük hitetni, ami nincsenek úgy. És elhitetik velük, hogy ez a miszticizmus területéhez tartozik, és akkor onnantól kezdve azt mondják, hogy ez nem valós dolgok, ezek misztika. Hát ha misztika lenne, akkor egy kicsit, igen ám, de hát ez is az kell, hogyha valaki rosszabb állapotú, akkor nem tud gondolkodni. Akkor nem tudja azt végig gondolni, hogy ma a gazdagoknak a nagy, amit az imént elmondtam, hogy ma a gazdagoknak a nagy része az elmúlt 100 évben lett gazdag. Tehát nem a kis része, hanem a nagy része. Ami azt jelenti, hogy ha ez miszticizmus lenne, akkor most ezek a gazdagok, aki most a gazdagok többségét képviselik, nem lennének gazdagok. Márpedig, ha ők meg tudták csinálni, hogy meg tudták változtatni a születési életüket, beleszülettek egy szegény családba, és mégse szegényként élték le az életük nagy részét, hát akkor ezt ugye más is meg tudná csinálni. De akik ezt már megcsinálták, mint az előbb szintén mondtam, nyilvánvaló azok nem akarják, hogy mások is megcsinálják. Ez ugye egyértelmű. És ha megnézed, akik nem úgy szerezték a vagyonukat, már pedig a többség nem úgy szerezte, hogy lop, csalt és hazudott, hanem a többség úgy szerezte a vagyonát, hogy megtanult bánni az emberekkel,
Ezért ha megnézed azokat az embereket, akik tisztességes úton jutottak vagyonhoz, azok nagyon jól tudnak bánni az emberekkel. És ha megnézed azokat, akik tisztességes úton jutottak vagyonhoz, azok nem csak az emberekkel tudnak jól bánni, hanem az élettel kapcsolatosan is komoly ismeretük van. Persze lehet úgy vagyonhoz jutni, hogy lop, csal, hazudik az ember, és átgázol másokon. Vannak ilyenek is. De azok meg is fogják szívni, mint a boci, ami azt jelenti, hogy ők szenvedni fognak keményen. És mondok példát. Mit tudom én? Azt hiszem, ha minden igaz, már a legidősebb Rockefeller, aki még nemrég életben volt, az most halt meg talán. És nem tudom, hányszor cseréltek neki szívet. Többször. Nem egyszer vagy kétszer, hanem többször cseréltek neki szívet, és megint szívet akartak cserélni, csak már nem bírta ki. Na most azért gondoljátok végig, hogyha valakinek egy életében, mit tudom én, többször van szívműtéte, azért az nem annyira nagyon jól érzi magát a bőrében. Nem? Tehát azért valakit idősként többször megműtenek ezzel, azzal, amazzal, vagy akár ugyanazzal, teljesen mindegy, akkor azért ő szenved. Na most például az én nagyapám, mind a kettő kórházba se volt. Na szóval lényeg az, hogy már egy olyan világot élünk, hogy az ember képes lenne az életén változtatni. De úgy van megcsinálva a rendszer, hogy régebben sokkal könnyebben lehetett az életen változtatni. Tehát nem lehet a mostani időszakot egy lapon említeni, mondjuk a két háború közötti időszakkal, vagy mondjuk a 45 és 70 közötti időszakkal, de még összesen lehet hasonlítani a 70 és 2000 közötti időszakkal sem. Miért? Hát nagyon egyszerű. Azért, mert azóta folyamatosan emelik az adókat. És egy embernek most sokkal, de sokkal több adót kell az állam felé fizetnie, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, de akár mint 50 évvel ezelőtt, de akár mondjuk mint 30 évvel ezelőtt is. Ezáltal, mivel több az elvonás, az állami elvonás, ezért ha az ember tisztességes úton akar boldogulni, akkor többet kell ahhoz dolgozni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, vagy akár 100 évvel ezelőtt. De tényleg? Tehát Amerikában, amikor a ugye megcsinálták az amerikai államot, akkor hogy hívják azt a amit aláírtak az államok, és amit nálunk úgy hívnak, hogy alaptörvény, ott hogy hívták? Alkotmány. Az amerikai alkotmány, mikor létrehozták, akkor beleírták, hogy nem lehet az állampolgároktól adót szedni. Hoppá. Az amerikai alapalkotmányba ez volt benne. Hát ezért volt az, hogy kivándoroltak az emberek, érted? És Amerikába gyakorlatilag jólétre tettek szert, mert nem kellett adót fizetni. Érted?
És utána szépen ezt megváltoztatták, elkezdték vonni a kisebb adót, majd egyre nagyobb és nagyobb adót. Nyilván minél több adót fizet egy ember, hát annál többet kell dolgozni ahhoz, hogy ugyanazt a vagyont létre tudja hozni. Hát ez természetes dolog. Na most, akkor nézzünk erre egy példát. Jó? Tehát én 87-től foglalkozok emberekkel. 87-ben üzletkötőként kezdtem el dolgozni. Termék, egyféle termék forgalmazásával foglalkoztam. Majd 91-ben elkezdtem a termék foglalkozás mellett, vagy a termék forgalmazás mellett, vagy termékértékesítés, üzletkötés mellett szolgáltatás értékesítéssel foglalkozni. De ez egy másik cég volt. Tehát ugye kezdetben termékértékesítést csináltam, utána termék és szolgáltatást, értékesítést két külön cégnél. Ugye nekem, ha tovább lépünk az életemen, akkor a következő terület az egy másik szolgáltatás volt, és másik szolgáltatás értékesítés. De az már, ez a két szolgáltatás értékesítés, ez már nem közvetlen, direkt szolgáltatás értékesítés volt, hanem ebbe lehetett közvetett értékesítést is csinálni. A közvetlen értékesítés az azt jelenti, hogy abból részesedsz, amit te értékesítesz. A közvetett értékesítés azt jelenti, hogy abból is részesedhetsz, amit az általad létrehozott ember közvetít. Oké? Tehát ez a közvetett értékesítés. És ugye 91-től én elkezdtem olyan szolgáltatással foglalkozni, ahol közvetett értékesítésben is lehetett értékesíteni. És ugye úgy mondanám, hogy 91 egy szolgáltatás, 94 egy következő szolgáltatás, és 2001 egy harmadik szolgáltatás. Ezek mind pénzügyi szolgáltatások voltak. Majd megint termékértékesítésbe kezdtem 2006-ban, de még megvolt egy évig a szolgáltatás értékesítés. De ez is közvetett termékértékesítésre volt lehetőség. Majd 2000-től egy új típusú szolgáltatást kezdtem el csinálni, ami szintén közvetett értékesítésre is ad lehetőséget, de ez már nem pénzügyi terület, hanem szellemi terület. Tehát tudás. Na most, a múltban, tehát az emberek úgy tudtak változtatni az életükön, hogy szert tettek információkra, és keveset kellett adózni, vagy kezdetben semmit nem kellett adózni. Tehát ha megnézed, a nyugati társadalomban válhattak jómódúvá az emberek, a keleti társadalomban csak az válhatott jómódúvá, aki lopcsalt, hazudott. Tehát a szocializmusban azok válhattak jómódúvá, akik loptak, csaltak, hazudtak. A nyugati társadalomban persze ott is voltak olyanok, akik azzal úgy váltak jómódúvá, hogy loptak, csaltak, hazudtak, de egy jó része úgy válhatott jómódúvá, hogy tisztességes úton azáltal, hogy ismeretekre tett szert, és keveset adóztak.
És ha megnézzük, ez valahogy úgy alakult, hogy minél nagyobb volt az adózás, annál kevesebb olyan ember lett, aki lett gazdag vagy jómódú, aki tisztességesen adózva vált azzá. Tehát egyre kevesebb. Hát nyilvánvaló logikus, gondold végig. Ha minél többet be kell fizetni az államkasszába, logikus, hogy annál többet kell dolgoznod, hogy ugyanazt a vagyont megtermeld. Logikus, nem? Na most, ha megnézed, amikor már az adókat úgy jócskán megemelték, az a 90-es évek. Na most onnantól kezdve, a 90-es évektől elsősorban olyan emberek kezdtek jó módra szert tenni, mindjárt mondom, hogy kik, de még menjünk vissza a múltra. Jó, tehát régen kevés adót kellett fizetni, és bármilyen tevékenységgel, ha az ember tudásra szertett, és szisztematikusan tette a dolgát, és nem hagyta magát rossz állapotba kerülni, akkor elérhette azt, hogy jómódú legyen. Tehát mi kellett ahhoz régen, hogy jómódú legyen? Jó állapot, nyitottság a tudásra, és megszerezni a tudást. Harmadik, kevés adófizetés. Oké? Majd, ha tovább mentünk, ugye egyre kevesebb lett az új gazdag, mert egyre több adót kellett fizetni. Tehát, de ugyanúgy a másik két feltételnek meg kellett lennie. Az, hogy valaki jó állapotú, és az, hogy hozzájut az információhoz. Tehát eleve úgy működik, hogyha valaki nem jó állapotú, nem is nyitott az információra. Tehát egy rossz állapotú ember nem nyitott. Csak a jó állapotú. Tehát a mai világban, de még mielőtt a mai világban térnénk, nézzük a 90-es évektől. Tehát a 80-as évek végén, 90-es évek elején nagy mértékben megnövelték az adókat. Ezáltal még többet dolgozva érhettek el emberek jó módot. De megint csak feltétel volt, hogy valaki jó állapotú legyen, és ezáltal nyitott az információra, és be is fogadja az információt. Tehát képezze magát az információra. És ezért a 90-es évektől, ha megnézitek, akkor kik lettek elsősorban jómódúak? De még mindig menjünk vissza a múltra, mert régen azok is jómódúak lehettek, akik termékekkel foglalkoztak. Azok is jómódúak lehettek, akik mondjuk pénzügyi szolgáltatással foglalkoztak, vagy valamilyen szolgáltatással foglalkoztak. A termékeknél az a probléma, hogy nagy a költség. Ami azt jelenti, hogy ha akarsz értékesíteni egy terméket, hát annak egy jó része az anyagköltség, meg egyéb költség lesz. Ha túl nagy az a költséged és az eladási ár között a különbség, akkor meg nem fogják megvenni a terméket. Legalábbis hosszú távon nem. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy amikor az ember termékkel foglalkozik, mennyi adót kell fizetni. Világos ez? Ugyanez a helyzet a szolgáltatásoknál. Tehát a szolgáltatások jó része, például biztosítás, befektetés és egyéb szolgáltatások pénzbe kerülnek. Vagyis vannak költségek.
például mondjuk egy biztosításnál van biztosítási díjtartalék, kockázati tartalék, stb. 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 Ráadásul az emberek pénzéről van szó, tehát ami nem azé, aki forgatja, hanem azé, aki befektette. Tehát a haszonból az is akar részesedni, nyilvánvaló, ki befektette a pénzét, természetesen. Tehát ott osztozkodni kell azokkal a személyekkel, akik befektették a pénzüket. Ezáltal ugye az ilyen típusú szolgáltatásoknál is ugye az a baj, hogyha nagy a haszonkulcs, akkor megint az van, hogy az emberek nem fogják megvenni, mert túl drága a szolgáltatás. Ezért megnézed a 90-es évektől, de már a 80-as évek második felétől is, kik azok, akik meggazdagodtak a bolygón, és ismered őket, olyan emberek, akik olyan szolgáltatást tudtak létrehozni, ami alacsony költségű. Például Bill Gates a Microsofttal. Például Zuckerberger a Facebookkal. Stb. Stb. És olyanok már, hogy mit tudom én most, vaskohóval, már senki nem tud meggazdagodni. Régen meg tudtak avval is gazdagodni, érted? Tehát olyannal, hogy bank, már nem tudnak meggazdagodni, érted? Régen avval meg tudtak gazdagodni. Tehát ma valaki létrehoz egy bankot, tönkre megy vele, vagy benne. Érted? Tönkre megy benne. Régen meg létre tudtak hozni bankot. Tehát ami azt jelenti, hogyha megnézed, az elmúlt évtizedekben, 2-3 évtizedben azok gazdagodtak meg, akik valami olyan szolgáltatást értékesítenek az emberek felé, ami kis költséggel működik. Na most akkor nézzük meg. Tehát egy embernek ha az a célja, hogy meggazdagodjon, hát az baj. Tehát az nem lehet cél, hogy valaki meggazdagodjon. Tehát nem hiszem, hogy a Bill Gates azért hozta létre a Microsoftot, hogy meggazdagodjon. Nem hiszem, hogy a Zuckerberger azért hozta létre a Facebookot, hogy meggazdagodjon. Hanem a Bill Gates azért hozta létre a Microsoftot, hogy egy olyan programot adjon az emberek számára a számítógépekre, ami viszonylag olcsó és jól használható. És ha megnézed, a Microsoft programok olcsóbbak is, mint mondjuk a Macintosh programok. Ha megnézed a Facebookot, ugye, hát gyakorlatilag hát díjmentesen hozta létre. Hát ha az volt a célja, hogy meggazdagodjon belőle, akkor nem díjmentesen hozta volna létre. Világos ez? De ezek ugye úgy csinálták a létrehozást, hogy létrehoztak valamit, és akkor onnantól kezdve olyan módon lehet abban valamilyen részesedésben szert tenni, ami nem közvetett, hanem közvetlen. Tehát mit értek ezen? Tehát például, ha te akarsz venni egy Microsoft programot, mondjuk egy Windows-t, akkor ugye bemész az üzletbe és veszel. Tehát az nem közvetett értékesítésben van értékesítve. Érthető ez? Na most mondok példát. Az 50-es évek végén elindult az MV.
Az MV-nek most több mint 3 millió forgalmazója van. Bocsánat, nem 3 millió, hanem valami 5 millió. Tehát valami 5 millió forgalmazója van világszerte. Az azt jelenti, hogy ebből egy kis százalék az milliómos, dollármilliómos. Ami azt jelenti, hogy például az USA-ban, akik nem milliárdosok, hanem dollármilliómosok, azoknak akármilyen hihetetlen a nagyobbik része, tehát ide beleszámítjuk a milliárdosokat is, a nagyobbik része közvetett értékesítésből lett milliómos. Mi a különbség a mondjuk a Bill Gateshez képest, vagy egy közvetett értékesítésben lévő ember között? Az, hogy a Bill Gates, ha nem felügyeli a vállalatát, akkor megnézheti, hogy meddig lesz neki vagyona. Annak ellenére, hogy dollármilliárdos. És a világ egyik leggazdagabb embere. Na most, például az, aki közvetett értékesítésből lett milliómos, tehát nem milliárdos, milliómos, annak nem kell felügyelnie azt a tevékenységet, amit ő végez, a céget, mert felügyelik helyette. Igaz, hogy az egyik milliárdos, a másik csak milliómos, de a közvetett értékesítésből milliómosok mégis több szabadidővel rendelkeznek, mint a milliárdosok. És nem kell félniük a vagyonuk elvesztésétől. És nem kell foglalkozni azzal, hogy mit tudom én, a vállalatát azt koordinálja. Miért nem? Mert a közvetlen értékesítésben dolgozó emberek, vagyis a közvetett értékesítésben dolgozó embereknek olyan hálózatuk, olyan csapatuk van, ahol mindenki a saját üzletét építi, és a saját üzletének a tulajdonosa. Ezáltal az ő nagy üzlete, illetve üzletében sok kis olyan tulajdonos van, akinek egy kisebb üzlete van. És mindenki felügyeli a saját üzletét. Világos ez? Ezeket úgy hívják, hogy vezetők, vagy igazgatók, vagy mit tudom én, mondjuk az MV-nél gyémánt, vagy smaragd. Így hívják. Vagy koronás követ például. Tehát ugye ezért említettem pont az MV-t, mert az a legnagyobb, ténylegesen közvetett értékesítésben működő hálózat jelenleg a világon. Na most, tehát a kettő közt az a különbség, hogy tehát a szupergazdagok azok milliárdosak, de nincs annyi idejük, mint a milliómos közvetett értékesítőknek. Na most, én tudom, milyen egy céget működtetni. És azt is tudom, hogy milyen volt akkor, mikor nem én voltam a működtető, hanem csak egyszerűen becsatlakoztam egy cégbe, és én a cégbe közvetett értékesítést kezdtem el csinálni. Először közvetlen, majd közvetett értékesítést. Hát az volt a könnyebb. Tehát egy céget működtetni, hát gyakorlatilag teljes emberre van szüksége. Amikor én becsatlakoztam egy közvetett értékesítéssel foglalkozó szolgáltatóba, még pénzügyi szolgáltató volt, akkor úgy csatlakoztam be, hogy volt egy főállásom, volt egy másodállásom,
Volt egy harmadállásom, és negyedikként. Jó, utána a harmadállást feladtam, de még a két, a főállás meg a másodállás mellett tudtam csinálni a közvetett értékesítést. Érted? Amikor én tulajdonos lettem, közvetett értékesítésű szervezetben, első számú tulajdonos, akkor onnantól kezdve már nem tudtam olyat csinálni, hogy másod meg harmad meg akárhány állás, hanem teljes embert kívánt. És vannak bizonyos időszakok, amikor én nem csináltok azt, amit mondjuk mások csinálnak, így van. Érted? Tehát nekem vannak olyan kötelezettségeim, kötelességeim, amit meg kell csinálnom. Tehát egy cégvezetőnek vannak olyan kötelezettségei, kötelességei, amit meg kell csinálni. Na most egy közvetett értékesítőnek nincsenek. Érted? Na most akkor miért hoztam létre mégis közvetett értékesítésű szervezetet? Mert én előtte kettő olyan cégben dolgoztam, ami közvetett értékesítésű volt, az egyik az pénzügyi terület, a másik meg hát gyakorlatilag egy ilyen kereskedelmi szolgáltatásszerű dolog. Tudod, ilyen kedvezményes kártya. És mindenhol azt tapasztaltam, hogy a tulajdonosok részéről etikátlanság van. És mivel nekem gyerekkoromtól elég magas etikai szinten volt, mert ugye én fényküldöttnek születtem, ezáltal elég hamar felismertem a cégekben lévő tulajdonosi etikátlanságot, és akkor azt mondtam, hogy nekem kell létrehozni egy céget, hogy ne azzal küzdjek, hogy mindig etikátlan cégvezetőkre fogok leelni. Mondok példát, igaz, hogy az MV fennáll 50 éve, több mint 60 éve fennáll. De amióta nem az alapítók, hanem az alapítók gyerekei működtetik a céget, azóta az MV-nél fél évente van áremelés. És azóta gyémántok hegyeit rúgtak ki. Tehát mit jelent az, hogy gyémántok hegyei? A gyémánt az olyan, akinek legalább azt mondja 20 milliós forgalma van. Tehát 20 millió forint forgalma van minimum vásárlásból. Az a gyémánt. És ez 6 csoportba oszlik el. Tehát 6 csoportba. Hát mondjuk 20,5 milliárd, vagy millió. És lényeg az, hogy ebből részesednek a gyémántok. Hát mondjuk egy gyémánt keres körülbelül a 1,5 millió forintot havi szint. 1,5-2. Akkor számoljátok ki, hogy a 20 millióból az egy olyan durván 10%. Na most, és az ilyen emberek tucatjait rúgták ki azóta az MV-ből. Világszerte. Vagy az ennél jobban keresőknek a tucatjait. A régi, az alapító tulajdonosok ilyeneket nem csináltak. A gyerekeik már csinálnak. Oké? Ez csak úgy példaként mondom, csak azért, mert nehogy azt higgyétek, hogy én a többi szervezetet, amelyik hasonló módon működik, nem követném figyelemmel. És lényeg az, hogy én nekem
gondom volt, bárhol, bármilyen közvetett értékesítési szervezetre leltem a tulajdonos hozzáállásával. Sőt, a biztosítási területet azért hagytam abba, mert azt láttam, hogy nem az emberekért vannak a biztosítók, hanem pont ellenkezőleg, hogy lehúzzák az embereket. Tehát ezért egyszerűen kénytelen voltam létrehozni egy etikus szervezetet. Ugye etikus egy szervezet akkor, ha etikus a tulajdonos. Vagy a létrehozó. Illetve a, ugye, akkor most mondok példát. Most, hogy nem az számít, hogy alapító, mert én ismerek olyan szervezeteket, amit mondjuk létrehozott egy tulaj, de hagyta, hogy betársuljanak hozzá emberek. És egyszer csak már azok lettek többségbe, akik nem etikusak voltak, mint a tulajdonos. Értitek? Tehát a tulaj etikus volt, aki létrehozta, de a betársult emberek már nem etikusak voltak. És ezáltal előbb-utóbb a betársult emberek többségbe kerültek, nem etikus betársult emberek, és megint ugyanaz volt a probléma, hogy nem etikussá vált a szervezet. Mint ugye MV-nél mondtam, hogy az alapítók gyerekei már nem olyan etikusak, közel sem, mint az apjaik voltak, mert a két apjuk. A két fiúnak a két apja volt az alapító. Na most, akkor azt is figyeltem, megfigyeltem, hogy például ott, ahol több tulajdonos hozott létre egy ilyen típusú szervezetet. Általában mondjuk kettőnél több. Azok a szervezetek mind eltűntek. Szétváltak. Szétdarabolottak. Például Brokernet, csak hogyha ez mond nektek valami nevet. Már hol van? Híra vagy a sincs. Mert ott is többen hozták létre, és szétvált darabokra. De ennek is megvan az oka. Tudjátok, mi az oka? Hogy ha több a tulaj, akkor meg kell osztani a nyereséget. Oké? Tehát mit tudom én, mondjuk van 6-8 tulajdonos, akkor a nyereség, a cégnek a nyeresége az 6-8 felé megy. És egy hálózatépítő, tehát egy közvetett értékesítő, az többet forgalmazhat, és az abból létrejött jutaléka magasabb lehet, mint a tulajdonosoké. És képzeld el, akkor azok a tulajdonosok meddig fogják ezt ülni? Hogy a nem tulajdonos értékesítő az többet keressen, mint ők. Ez azt jelenti, hogy ha van 1-2-3 tulajdonos, mondjuk max 3 tulajdonos, akkor minden rendszer úgy van kialakítva, hogy ez már lehessen. És akkor semmi gond nincs, mert nem, még ha nem elég etikus a tulaj, akkor is ugye nem kereshetnek az értékesítők annyit, mint a tulajdonosok. Most én úgy alakítottam ki a rendszerünket, hogy én a szervezésben ugyanúgy részt veszek, mint az emberek, akik csatlakoznak. Ez egy eléggé különleges dolog,
Főleg az egy tulaj esetén, mert általában az van, most képzeld, mondok egy példát. Amikor én létrehoztam az első hálózatépítő szervezetemet, és a második tevékenységgel kezdtünk el foglalkozni, magával a nyugdíjpénztárral, tehát szolgáltatással, akkor én megkerestem egy olyan emberkét, akit ismertem abból a szervezetből, ahol én először közvetett értékesítéssel foglalkoztam. És ő abban a szervezetben nagyon magas pozíciót ért el, és gyakorlatilag hát shilling milliókat keresett. És megkerestem őt, hogy legyen nálunk szervező. És tudod, mi volt a feltétel? Azt mondta, hogy mivel én tulajdonos vagyok, nem. És ő hálózatépítő lesz, tehát közvetett értékesítő, akkor adjam át neki a hálózatomat. Mert egy tulajdonos az ne foglalkozzon a hálózatépítéssel. Na erre azt mondtam, hogy szó se lehet róla, és ezáltal nem lőtt létre a megegyezés. Tehát lényeg az, hogy például az MV-ben is a tulajdonosok nem szerveznek. Azok nem hálózatépítők. Azok nem érnek el a hálózatban eredményeket. Még a szülők sem csinálták ezt. De máshol is, ha megnézed, a tulajdonosok nem csinálják. Na most, de én úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy én nem hasonlítom magamat ebben a tekintetben másokhoz. Tehát az, hogy más mit csinál, az megmondom őszintén. Nem érdekel. Én járom a saját utamat, ami azt jelenti, hogy szervezzük az embereket a nejemmel, és úgy szervezzük, mint bárki más, és úgy van kitalálva a karrier, és úgy van kitalálva maga a jövedelem lehetőség, hogy mi rákényszerítsük magunkat arra, hogy mi ugyanúgy kivegyük magunkat, vagy a részünket a szervezésből. Érted? És ezáltal a jövedelmünk, az összjövedelmünk, tehát a céges és a hálózati jövedelmünk, akármilyen hihetetlen, nem a cégből származik a többség, hanem a hálózatépítésből származik a többség. Tehát a cégből kisebb a jövedelmünk, mint a hálózatépítésből. Na most azért ilyet nem nagyon találsz az egész világban, ahol ez így lenne. Na most, ezáltal itt nálunk bárkinek lehetősége van arra, hogy ha jó állapotú, tudáshoz jusson, és megváltoztassa az életét teljes egészében. Ugye abban különbözik a bármilyen más közvetett értékesítési szervezettől, hogy nálunk az élethez minden tudást megkapsz. Az ember működéséhez minden tudást megkapsz. És ha nem hinnéd, hogy ez így van, akkor csak mondanám, hogy az elmúlt 9 évben az élet és az ember működésével kapcsolatban, bármilyen problémával kapcsolatban nem tudtak föltenni olyan kérdést, amire mondjuk max 3 percen belül nem kaptam volna meg a választ, és nem tudtam volna közvetíteni a választ. Ami azt jelenti,
hogy minden, ami az életetekkel kapcsolatos, az életünkkel kapcsolatos, minden, ami a működésünkkel kapcsolatos, arra választ tudunk kapni. És nekünk egy ilyen szolgáltatásunk van. És ezt a szolgáltatást azért csináljuk, hogy létrehozzunk egy olyan dolgot, amit én utasítás, nem is utasítás volt ez, hanem egy lehetőség. Egy olyan lehetőség, hogy kiválasztottak erre, én meg elfogadtam a kiválasztást. Kaptam. És ezáltal kaptuk. Hogy létre kell hozni egy olyan társadalmat, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban élni. De ez egy különleges társadalom. Tudod miért? Mert ha az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni, akkor nincs szükség központi irányításra. Értitek? Mert mindenki teszi, mert tudja a dolgát. Érted? Nincs szükség olyanra, hogy államapparátus. Nincs szükség olyanra, hogy kormány, meg ilyen baromságokra. Tehát nincs szükség egy olyan, vagy olyan hatalmakra, amelyik lefölözik fölötted a hatalmat, nem a hatalmat, bocsánat, a hasznot, igen, köszönöm. Lefölözik a hasznot. Sőt, hát ha megnézed, ugye ha te alkalmazottként dolgozol, az állam kasszába annyi pénz folyik be a te teljes megtermelt pénzedből, mint amennyit te hazaviszel. És azért az állam ennyit nem tett. Érted? Ennyit se. Te meg dolgoztál érte 170 órát egy hónapban. Érted? Tehát lefölözi a hasznot. Tehát egy olyan, hát gondold végig, ha valaki teszi a dolgát nem alkalmazottként, hanem vállalkozóként, akkor szükség van neki bármilyen hatalmi irányításra? Szükség van neki munkahelyre például. Hogy tessék, itt vagyok, ez a szakmám, csináljatok nekem munkakört. Hozzatok létre vállalkozást, ahol én dolgozhatok. Tudod, hány ilyen ember van? Ez a többség. És azt mondja, hogy ha nem hoztok létre munkahelyeket, akkor nem választalak meg benneteket. Érted? Tehát gondoljátok végig, hogy te milyen életet szeretnél élni a jövőben. Tehát visszatérve még arra, amit mondtam, mert nem fejeztem be a gondolatot. Tehát végig csináltunk többféle szolgáltatást. Amit csinálunk, soha életemben nem találkoztam még olyan szolgáltatással, amilyenek ilyen kicsi a költsége. Értitek? Miért? Mert itt egy szellemi termék van. Az, hogy én eszembe jusson dolgokat, dolgok eszembe jussanak, az nem került pénz, nem kerül egy forintba se, érted? Ahhoz, hogy a tudást át tudjam adni, az nem kerül egy forintba se. Tehát a legkisebb költségű
olyan tevékenység, amivel én valahol találkoztam, hogy megismerkedtem. Ezáltal lehet olyan jutalék kifizetést csinálni, ami páratlan a maga nemébe. De akkor is nekem olyan szolgáltatást kell nyújtani, amire az embereknek szükségük van. Tehát nem nyújthatok akármilyen szolgáltatást. Tehát hogyha én olyan tudást nyújtanék, amit nem tudnak hasznosítani az emberek, akkor nem fognak befizetni. Ezért nekem olyan szolgáltatást kell nyújtani, amivel tényleg életváltoztatást tudsz elérni. És akkor gondold végig, hogy most itt van egy olyan lehetőség, ahol te születtél akármilyen élethelyzetbe, és akármilyen életszínvonalba. Eddig éltél valamilyen színvonalon, életszínvonalon. És most ismét adatott egy olyan lehetőség, itt a 21. században, amikor már nem nagyon tudnak meggazdagodni az emberek, sőt, ha megnézed, már a különböző közvetett értékesítési üzletekben is egyre, tehát sokkal kevesebb dollármilliómos lett a 21. században, mint a 20. században. Pedig már 19 év eltelt ebből a századból. Tehát itt a 21. században már a közvetett értékesítési üzletekben sem lesznek dollármilliómosok. És azért nagy különbség, hogy a dollármilliárdosokat, akik cégekből lettek milliárdosok, azokat testőrök védik. A közvetett értékesítő milliómosokat nem védik testőrök. Érted? Tehát akkor most melyiknek szabadabb az élete? Azt csak úgy kérdezném. Tehát akinek nincsenek félelmei bizonyos dolgoktól. Szóval, ha jó állapotban lennél, és ha a tudást elkezdenéd használni, mert a tudás itt van, csak elkezdenéd használni, akkor meg tudnád változtatni te is az anyagi helyzetedet. Én tudom, hogy szellemi ember vagy, és azt gondolnád, hogy a pénz az egy bűnös dolog. Aha, bűnös, aki annak használja. Érted? Meg tudod szerezni a pénzt tisztességes dologból. Emberekhez hozzá tudsz juttatni tudást. Érted? Illetve embereknek. El tudod érni emberekkel kapcsolatban, hogy hozzájussanak tudáshoz. Na most ennél tisztességesebb dolog szerintem nincs. Tehát úgy tudsz pénzhez jutni, hogy végre egy igazán tisztességes dolgot ajánlasz az embereknek. Közvetett értékesítésbe nem hiszem, hogy létezik tisztességesebb üzlet. Legalábbis én sehol nem találkoztam közel se ilyen tisztességesen. Na most onnantól kezdve, tehát tisztességesen tudsz pénzt keresni, akkor miért bűnös a pénz? Persze, ha lopva, csalva, hazudva jutnál hozzá, akkor persze, akkor bűnös a pénz. Tehát az emberek boldogabban élik az életüket, akkor mi a bűnös benne? Érted? Azért, mert megetettek azzal, mert hogy tényleg sokan lopva, csalva, hazudva szereznek pénzt mai napig is. De te végre úgy tudnál pénzhez jutni, hogy nem lopva, csalva, hazudva, hanem a világ legjobb dolgához juttatod az embereket, ahhoz a tudáshoz, amivel bekerülhetnek az aranykorba. Érted? Mert ha nem lesz aranykor, akkor minden megy a szemétbe, érted?
csinálhatnak emberek bármit, értelmét veszíti, ha nem lesz aranykor. Tehát a legfontosabb dolgot csináljuk a világon. Tehát csak mondok példát, ugye milyen nemes dolognak tűnik, hogyha valaki gyógyít. Aha, de hiába gyógyítod meg az embereket, ha fogják, azt szétrobbantják a bolygót, mert nem lesz aranykor. Érted? Tehát bárki bármilyen nemes dolgot csinálhat. Ha nem lesz aranykor, az egész füstbe ment el. Na most akkor úgy megkérdezném, hogy talán melyik a legfontosabb dolog a világon? Hát az, hogy legyen aranykor. No, körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, mert már így is jócskán túlmentünk az időn. Köszönöm szépen a figyelmeteket, bármi kérdésetek van, kérdezzetek a meghívótoktól, vagy a vezetőtöktől, vagy az igazgatóktól, vagy ha nem tudjátok, akkor keressétek az irodánkat, és kérdezzétek meg, hogy ki az, aki tud nektek segíteni, illetve az weboldalon minden információhoz hozzá tudsz jutni. Mindenkinek további jó tanulást kívánok, hiszen 20 perc szünet után kezdődik a pénzteremtő kócsképzésünk, illetve folytatódik. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!